Én? Ugyanis egy olyan dolog fog következni. Anikó. Van, Anikót mondtam, csak Anitának hangzott. Ez már. Mondom, hogy Anikót mondtam. Na, nincs mit szívesen. Az megbotlott a nyelvem. Általában a nyelvemet használom mindenhez, tehát el van fáradva. Anikó vagyok. De te nem tudsz olyat, amilyet Anikó tudsz. Az az igazság, hogy a YouTube-on nagyon sok felvételét hallottuk. Ő általában a mi számainkat szokta zongorával. Nem csak a mi számainkat, elég sokat. Én megmondom őszintén, hogy rákeresek néha a nevemre, vagy a nevünkre, és az Anikó jön ki. Nem feltétlenül, de az Anikó is kijött. Akkor én nem tudtam, hogy ő kicsoda, hiszen csak azt láttam, hogy egy szép szőke lány zongorázik magában, és a mi zenéinket is többek között profi módon játsza. És egyszer kaptam egy levelet a YouTube-on keresztül, amire meglepő módon válaszoltam is, már pedig nem nagyon szoktam. És azt gondoltam, hogy jó pofa leszek most. Aztán kiderült később, hogy ő itt él Montrealban, és imádja zongorázni a zenéinket. Igen. Ráadásul majd, ami egy kis meglepetés is fog következni a dal után, de most szeretném Anikót megkérni, hogy jöjjön a színpadhoz, vagy színpadra. Van lépcső is, de hát mindjárt ezt választod. Egy ugorac is. Mászi. És hoztam magunkkal egy szint, illetve hozott-e magával egy szintetizátort is, ami valójában egy zongorának látszó tárgy. És most ő fogja előadni a következő dalt, unplugged módon, Techno Mickey-vel. A dal címe, hogyha te is felkészültél, Anikó? Az, amit szerintem sokan ismernek is tőlünk és szeretnek, 16 és fél esztendős Anikó és Techno Mickey. Köszönjük, Anikó. Fantasztikus volt, ilyet még sose csináltunk. Egyszer vagy kétszer próbáltuk egy beálláson, sose láttuk egyébként egymást élőbe, a zongoráját sem, meg ahogy játszik, csak azt is csak hallottuk, de fantasztikusan megcsinálta, szerintem. És van még egy nagyon nagy meglepetésünk számodra. Hallottuk, hogy pont ma van a születésnapod. Ezért gratulálnánk is, és úgy gondolom, hogy énekelnénk neked valamit. És szeretném, hogy aki ismeri a dalt, az velünk együtt énekelni, és hoztunk is neked ajándékba valamit. Egy ilyen kicsinke kis meglepetés, de azért, mert itt vagy, és bevállaltad ezt, ami szerintem nagy feladat volt. Szerintem ismerni fogod a dalt, valahogy így szól, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapod, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Hey! Anikó! Isten édesen sokáig! És minden kívánságod így teljesüljön, mint ahogy most teljesül. Így van, szerintem olyan jó voltál, hogy a társamat kirúgom, mert már öreg, te meg még fiatal vagy. Ez nem 91, hanem 19 akar lenni. Azt mondja Laci, hogy milyen jó mama. Hát itt
Mondjuk ebben egyetértünk. Szóval Anikó, nagyon szépen köszönjük, igazán remek produkció volt, és nagyon megtiszteltél minket, hogy ebben a távolba tényleg sikerült összehozni ezt a találkozót, illetve ezt a kis közös produkciót. És hát reméljük, hogy még sok ilyenre bukkanunk a világban. Nagyon sok boldog születés.